Répás Zsuzsanna Kelebján kezdte meg vajdasági körútját. Vendéglátójával Pásztor Istvánnal, a VMS elnökével eljutnak még Pacsélyra és Újvidékre. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél többen részt vegyenek a választáson, hiszen egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy befolyásoljuk a sorsunkat, meghatározzuk, hogy milyen körülmények között szeretnénk élni. Mind a problémák tekintetében, mind a megoldás keresés tekintetében vannak újabb és újabb elemek, amiket az ember ki tud bontani. Az alap gondolat az marad, és az folyamatosan megismétlésre vár, nevezetesen, hogy ahhoz, hogy megteremtődjenek az itt maradásnak és a visszajövésnek a föltételei, nem nagyon számíthatunk másra, mint önmagunkra. Ha mi önmagunkról lemondunk és nem teszünk a saját érdekünkbe, akkor senki nem fogja megtenni helyettünk. Kelebia után Pacsiron folytatta vajdasági körútját Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáit felelős helyettes államtitkára, a helyi művelődési házban működő szakcsoportok tevékenységével ismerkedett meg, majd a helyi református gyülekezet mindennapjaiba is bepillantott. Répás Zsuzsanna a közösségi munkáreit hangsúlyozta a pacsiri látogatás alkalmával. Az a fontos, hogy mindenki csinál valami olyat, ami jó a közösségnek. Én annak örülök, hogy minél több helyre el tudok látogatni és találkozhatok az emberekkel. Ekkor tudjuk megismerni a helyi közösségi problémákat, azokat a témákat, amelyekben segítségre van szükség, és közösen lépni a közös dolgokban. Répás Zsuzsanna a pacsiri látogatás követően Újvidékre utazott, hogy részt vegyen a Vajdasági Magyar Szövetség program bemutatóján. Nagy tisztelettel üdvözlöm vendégeinket, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszonyt, Répás Zsuzsannát. Magyarország szabadkai főkonzulátusának főkonzulját, Korsós Tamás urat. A Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Pásztor István urat. Valamint a VMS köztársasági képviselőjelöltjeit, Pásztor Bálintot, dr. Varga Lászlót, Kovács Elvirát, Fremond Árpádot, és Pék Zoltán is be volt jelentve, de úgy látom, hogy nincs itt. 10. elnök úr, kedves képviselőjelöltek, hölgyeim és uraim! Azok számára, akik a politikában dolgoznak, a korszakhatárokat a választások jelzik. És amikor az ember elkezik egy korszakhatárhoz, akkor számadást szokott készíteni. Hogyha én nekem most utóbbi napokban
Azzal teltek ezek a napok, hogy végig gondoltam, hogy igazából hogy tudnám összefoglalni, összesűríteni egy gondolatba, hogy a mi nemzetpolitikai munkánk, amit az elmúlt négy esztendőben végeztünk, az hogyan tudnánk egy szóban kifejezni, akkor én azt mondanám, hogy az összetartozás. Az összetartozás fejezi ki talán legjobban azt, hogy mit kellett nekünk újjáépítenünk a nemzetpolitikában, és mi az, amire alapozni tudjuk a jövendőbeli együttműködést is. Jó kifejezi ezt azok a jogszabályok, amelyeket elfogadott a magyar parlament, itt elsősorban az alkotmányt, az új alkotmányt szeretném, az alaptörvényt szeretném kiemelni, de legfontosabb volt, hogy a parlament megalakulásakor megszületett két olyan jogszabály, amely ezt elméletileg és a gyakorlati következményeivel is kifejezte. Az egyik a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény, amely a trianoni békediktátum 90. évfordulója alkalmából a mai gondolkodásunkkal, a mai érzéseinkkel foglalta össze azt, hogy mit értünk mi a magyar nemzet mai élő, valóságos egysége alatt. A másik pedig a másik ilyen törvény az állampolgársági törvény módosítása, amely lehetővé tette azt, hogy külhoni nemzettársaink felvegyék a magyar állampolgárságot. És ez mennyire élő, valós igényt teljesített be ez a törvény, az mutatja az a mára közel 600 ezer honfitársunk, akik a külhonból igényelték a magyar állampolgárságot. Közel 600 ezeren, akiknek most lehetősége lesz arra is, hogy a választásokon részt vegyen, hogy a budapesti parlament újra egy összmagyar parlament legyen. És el kell mondanom, hogy arányaiban a vajdasági magyarság közül igényelték legtöbben a magyar állampolgárságot. Ez kifejezi azt, hogy mennyire élő a nemzet összetartozása, mennyire fontos volt az, hogy amellett, hogy a lelkünkben megélhettük az összetartozást, megélhessük ezt közjogi értelemben is, legyen erről papírunk is. És aztán újjá kellett építenünk az együttműködés különböző formáit. Újraindult a Magyar Állandó Értekezlet munkája 2010 őszén, és az újrainduló ülés mindenkünk számára egy ünnep volt. Ünnep volt, mert megünnepelhettük azt, hogy újra van egy közös fórum, egy közös olyan legfelsőbb szintű politikai találkozás, ahol a magyar nemzet részei megbeszélhetik a közös dolgaikat, és tudunk az ott megfogalmazott gondolatokra építve kidolgozni olyan közös programokat, amelyek valamennyiünk boldogulását, a mi közös nemzetünk boldogulását szolgálják. Itt dolgoztuk ki aztán azokat a közös programokat, amelyeket elindítottunk, és itt kell elmondanom azt, hogy mi ezt a munkát végezni tudjuk, annak az alapfeltétele, hogy legyenek partnereink. Legyenek partnereink a határon túl, akikre tudunk támaszkodni, akikre tudunk számítani, és akik segítenek minket ebben a munkában. Mert mi Budapestről szép gondolatokat ki tudunk ugyan találni, de hogy a helyben itt élőknek mire van szüksége, azt csak itt tudják nekünk megmondani. És mi csak arra tudunk építeni, amit helyben kitalálnak. Ahhoz kell helyben alkotó erő. Tetterő, ahhoz kellenek kezdeményezések, és ahhoz kell az akarat, ami ezeket a kezdeményezéseket végigviszi. A magyar kormánynak nincs más a lehetősége, csak hogy ehhez hozzáadja a magáét. Én tudom, hogy erre néha szükség van, mert olyanok a körülmények, olyan a gazdasági helyzet, hogy kell az a segítség, ami Budapestről jön, de ez a segítség önmagában semmit nem ér, ha itt nincs olyan helyi erő, amire mi építeni tudunk. Én azért vagyok nagyon hálás annak az együttműködésnek, amit az utóbbi időben, az elmúlt négy esztendőben a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Magyar Nemzeti Tanáccsal ki tudtunk alakítani, mert ez az a helyi erő és helyi kezdeményezés, amire mi építeni tudunk és amire mi támaszkodni tudunk. Olyan új programok indultak el, itt az Európa Kollégiumot említette elnökasszony az előbb, aminek én nagyon örülök, mert az oktatás az egyik fő terület, amiben nekünk közösen kell működnünk. Az oktatás az, amiben az új nemzedék felnő, és amiben az új nemzedéknek át tudjuk adni a mi identitásunkat, át tudjuk adni azt a tudást és azt a szellemi tartalmat, ami a magyarságot jelenti, ami a magyarság összetartó erejét jelenti.
Ezért indítottunk olyan programokat az oktatás terén, ami azt célozza, hogy megerősítjük a külhoni magyar oktatásügyet. Elindítottuk a Máértan elfogadott program alapján először az óvodásokra, majd a kisiskolásokra, idén már a felsősökre fókuszálva azokat a kiemelt tematikus éves programokat, amelyek arra szolgálnak, hogy megerősítsék a külhoni szülőket abban, hogy miért fontos magyar nyelven tanulni, miért fontos az, hogy a gyermekek a magyar nyelv közegében, kultúrájában nőjenek föl, nem csak a nemzet megmaradása szempontjából, hanem azért is, mert az ismereteket senki nem tudja másképp jól elcsájtítani, csak a saját anyanyelvén. Ezeket a programokat is úgy tudtuk fölépíteni, hogy egyeztettünk a helyi szakmai közösségekkel, támaszkodtunk a helyi pedagógus társadalom erejére, és azt szeretnénk most olyan új programokat szeretnénk a továbbiakban is elindítani, amely megerősíti itt a közösségeket. Megerősíti identitásában, kultúrájában, és megerősíti gazdaságilag is. Nagyon sok lehetőség nyílik most az Európai Uniós csatlakozás során, hogy olyan együttműködési formák is elinduljanak Magyarország, Szerbia, a határmenti térségek, magyarországi megyék, Vajdaság között, a települések között, amelyekre eddig nem volt lehetőség. 2009-ben létrejött a Magyar Bölcsöde így csoport itt Újvidéken, ezen kívül pedig nagyon sok olyan programunk volt, ami az újvidéki oktatást, az óvodáskori, az iskoláskori, középiskoláskori oktatást erősítette meg, és nem utolsó sorban azt hiszem, hogy nagyon fontos megemlíteni, hogy a pedagógusoknak a képzésével is foglalkozunk, hiszen akkor lesz erős az oktatásunk, hogyha az oktatóink is jók. Mindennek az eredménye az, hogy Újvidéken, és nagyon-nagyon kevés ilyen van Vajdaságban, hogy Újvidéken a magyar tannyelvű általános iskolákban az osztálylétszám az elmúlt években stagnál. Az első évünk eredményeként 20%-os növekedést sikerült elérnünk. Ez a 20%-os növekedés, ez nagyon jól hangzik, ez 5 gyereket jelent város szintjén. Viszont mi ezt a 35 fős létszámot a város szintjén meg tudtuk tartani. Annak ellenére, hogy a városban minden évben körülbelül 200 gyerekkel kevesebb iratkozik első osztályba, az újvidéki magyar iskolákban a létszám ugyanannyi marad, ami azt hiszem, hogy egy nagyon szép eredmény. Az Európai Uniós csatlakozása kapcsolatban a vajdasági magyar közgondolkodásban van két olyan gondolatvilág, amely a miénktől jócskán távol van, szerencsére elsöprő kisebbséget képez, de attól még jelen van. Az egyik gondolatvilág képviselői azt vallják, hogy az Európai Uniós csatlakozási folyamat az egy belgrádi ügy. Egy olyan kérdés, amelyet kizárólag országos pártok, kizárólag nagy politikai szervezetek tudnak képviselni, tudnak vinni, tudnak beleszólni. Mi az emélyiségesen nem értünk egyet. Nem értünk egyet azért, mert meg vagyunk róla győződve, hogy az elkövetkező néhány évben be fogjuk tudni azt bizonyítani, hogy ez nem így van. És azért vagyunk erről meggyőződve, mert pontosan tudjuk, hogy hogyan fognak kinézni az Európai Unióval csatlakozási tárgyalások. És pontosan tudjuk azt, hogy minden csatlakozási tárgyalási forduló, minden fázis, minden pillanat előtt a kormány el fog jönni a parlamentbe, és a parlamentbe kerül majd kialakításra az az álláspont, amit Szerbia képviselni fog. És ha jól fogunk március 16-án szerepelni, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy ezeket a Belgrádban kialakítandó álláspontokat befolyásoljuk. Arra persze nem lesz lehetőségünk, és nem is volt lehetőségünk, és nem is kell, hogy lehetőségünk legyen, hogy a koszovói kérdést mi oldjuk meg, vagy pedig a hágai nemzetközi törvényszékkel együttműködés kérdésével mi foglalkozunk. Azzal kellett volna, vagy kellene azoknak, akik rólunk azt állítják, hogy mi nem vagyunk alkalmasak az integrációs folyamatban aktívan részt venni, azokkal neki kellett volna foglalkozni. Sokkal bátrabban, mint ahogy azt az elmúlt években tették. Van egy másik gondolatvilág is ezzel kapcsolatban. A másik gondolatvilág az arról szól,
hogy az európai integrációs folyamatot azt úgy kellene a vajdasági magyarságnak kihasználni, hogy folyamatosan az anyországi vétóval fenyegetőzve próbáljon meg irreálisabbnál irreálisabb célkitűzéseket maga elé állítani, utána meg megvalósítani. Azt mondják, hogy az lenne jó, hogyha a vajdasági magyarok helyzete az a koszovói szerbek helyzetéhez, vagy a koszovói szerbek hatásköreihez, lehetőségeihez hasonlítana. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon rossz lenne, hogyha mi helyzetünk a koszovói szerbekhez hasonlítana, mert hogy ők 10 év alatt, vagy 15 év alatt 200 000-ről körülbelül 50-60 ezerre főre maradtak. A legtöbben az előttem szólók közül az erőszót említették. Az erő nem vakmerőség, az erő nem azt jelenti, hogy fejjel a falnak, és a parlamentben, mi az elmúlt időszakban is, és a következő években is az erőt, a bátorságot bölcsességgel, szakmaisággal szeretnénk dúsítani. Azért fontos ez, mert a bátorság nem vakmerőség. A bátorság azt jelenti, hogy konzultálva azokkal, akiket az ember képviselni szeretne, meghatározza az elérhető célokat, és ezeknek a céloknak az eléréséért a végsőkig küzd. És ez akkor válik lehetőséggé, lehetségessé, ha az, aki küzd, az, aki megpróbálja érvényre juttatni az érdekeket, mindvégig azt érzi, hogy azok, akiknek az érdekeit képviselni szeretné, mögötte állnak. Ez így volt az elmúlt 7 évben is, és én ezt szeretném megköszönni a jelenlevőknek is, és hogy egyáltalán a vajdasági magyar közösségnek, hiszen enélkül nem tudtunk volna bátran és felelősséggel kiállni a nemzet érdekeinek érvényesítése mellett a szerbiai parlamentben. Nagyon sok mindenhez kell bátorság, főleg itt a szórványban. Bátorság kell ahhoz, hogy az ember magyarul megszólaljon, bátorság kell ahhoz, hogy a nevét magyarul írja, bátorság kell ahhoz, hogy magyarul írjon alá, bátorság kell ahhoz, hogy a gyerekét magyar óvodába, magyar iskolába írassa, és bátorság, és még inkább felelősségteljesség kell ahhoz, hogy megőrizze anyanyelvét, megőrizze nemzettudatát, megőrizze identitását, és hogy annak ellenére, hogy nap után hallja az ismerősöktől, hogy tudjam már, hát egy kisebbségi pártra nem érdemes szavazni, hát nem tudnak ők munkahelyeket teremteni, nem tudnak ők egzisztenciát biztosítani, nem tudnak ők szociális ügyekben eljárni, mégis kitartson a VMS mellett, az egyetlen magyar párt mellett Vajdaságban ebben a pillanatban, amely érdeket tud, magyar érdeket tud érvényesíteni. És az utolsó mondat, amit kimondtam, ez nem az acsarkodás mondata, és nem a nemzeten belüli árkoknak az ásásának a mondata. Ez egy tényszerű megállapítás. Ez egy tény. Jelen pillanatban a szerbiai parlamenti választásokat nagyjából 10 nappal megelőzően egyetlen egy magyar párt van, egyetlen egy magyar lista van, amely megpróbál minél több magyar szavazatot begyűjteni, annak érdekében, hogy a magyarok érdekeit érvényesíthesse. Ez az egyetlen olyan lista, amelynek ugyan a 40. helyén is magyar található, de az első, a második, a harmadik, az ötödik és a 15. meg a 245. helyén is magyar található. Nem elég magyarnak lenni a politikában. Nem elég a magyar ügyeket felvállalni. Nem elég azért tenni, hogy megmaradjon az oktatás, hogy összhangba kerüljön a művelődésről szóló törvény, a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel, hogy új nyelvhasználati törvény szülessen végre 23 év után, hanem azokkal az ügyekkel is foglalkozni kell, amelyek
mindannyiunkat érintik és az életünket befolyásolják. Ezek a gazdasági ügyek, a szociális ügyek, a mezőgazdaság, a közbiztonság. Mi járjuk a házakat, családokat látogatunk meg nap-nap után. Most már harmadik hete tesszük ezt. Még sehol nem kérdezték meg tőlem, hogy mikor lesz magyar területi autonómia. Még sehol. De azt nagyon sokan megkérdezték tőlem, mindenki megkérdezte, hogy mikor lesz jobb, mikor lesz több bevétel, mikor lesz több munkahely, mikor lesz kiszámíthatóság a mezőgazdaságban, mikor lesz biztonság az utcákon, mikor lesz zéró tolerancia. És ezek olyan ügyek, amelyek legalább annyira magyar ügyek, hiszen ami mindannyiunk életét befolyásolják. Nagyon fontos határozottan érdeket érvényesíteni a belgrádi parlamentben is. És engedjék meg, hogy mondjak egy példát. Szerencsére most már a Magyar Nemzeti Tanácsnak és Vajdaság Autonóm Tartomány kormányának, a Deli Andor által vezetett titkárságnak komoly hatáskörei vannak arra vonatkozóan, hogy hol nyílik magyar osztály és hol nem. És ezért nagyon fontos, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsban is és Vajdaság Autonóm Tartomány kormányában is olyan emberek legyenek, akik ezeket az érdekeket érvényre tudják juttatni. De nem szabad azt elfelejteni, hogy sajnos ma Szerbia még mindig, és attól tartok, holnap is az lesz, egy magas szinten centralizált ország. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Én nem az ötödik felszólaló vagyok, de ettől még maguk 16-án nyugodtan az ötöst karikázzák. Szeretnék köszönetet mondani a ma estéért. Szeretnék köszönetet mondani az újvidékieknek, hogy ilyen impozáns külsőségek között tudjuk bemutatni a Vajdasági Magyar Szövetség programját. Ugyanakkor szeretnék itt a közösség színe előtt köszönetet mondani államtitkár asszonynak, nem csak azért, mert ma este itt van velünk, hanem azért, mert a mi építkezésünkben, a mi közös építkezésünkben egy olyan biztos pont, amelyik a nap 24 órájának bármelyik pillanatában elérhető volt, egy olyan biztos pont, ahova csak fél mondatot kellett mondani, és világos volt az, ami a gondunk, bajunk és szándékunk, és egy olyan biztos pont, amelyik mindig a megoldásokat és a támogatás biztosítását próbálta megkeresni, és ez idáig sikeresen kereste, mert megtalálta. Kedves Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük, és nem szeretném, hogyha fenyegetőzésnek hangzana, de az elkövetkező időkben is lesznek olyan elképzeléseink, amikkel szívesen keresünk meg téged annak reményében, hogy úgy szintén sikeresen tudunk együttműködni. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! Én ma délelőtt 11-től fél 12-ig a Térnavác Pistánál voltam egy rádióbeszélgetésen, és azt kérdezte én tőlem a Pista beszélgetés első pillanatában, hogy mitől nemzeti a Vajdasági Magyar Szövetség választási programja. Én akkor hosszadalmasan megpróbáltam ezt kifejteni a rendelkezésre álló idő keretein belül, most rövidebben fogom megtenni, mert hogy sok minden egyéb másról is szeretnék beszélni. Nem attól nemzeti a mi választási programunk, mert minden egyes sora piros-fehér-zölddel van aláhúzva, és nem is attól, mert a hátterében homályosan a himnusznak a szövege és kottája van lerajzolva. Attól nemzeti a mi programunk, hölgyeim és uraim, mert mi rólunk szól. Attól nemzeti, mert az van benne, ami ennek a vajdasági magyar közösségnek a gondja, baja, de nem csak a gondja és baja, hanem a gondokra és a bajokra megfogalmazott elképzelésünk, ötletünk. Ettől nemzeti
a mi választási programunk. És ez különbözteti meg ezt a választási programot az összes többitől. Mert az első betűjétől az utolsó betűjéig úgy készült, hogy csak az volt a fontos a mi számunkra, hogy megfeleljen azoknak az embereknek, akiket képviselünk. Akiket pedig mi képviselünk, az a vajdasági magyar közösség minden egyes tagja. Függetlenül attól, hogy VMS-es vagy nem, függetlenül attól, hogy a politikai palettán milyen beállítottságú, mély nemzeti vagy esetleg liberális, függetlenül attól, hogy az elmúlt években ránk szavazott vagy nem, függetlenül attól, hogy megbánta-e már azt, hogy a múltkor nem ránk szavazott, hanem másra, függetlenül attól, hogy rájött-e arra, hogy akkor, amikor aláírta a papírost 2008-ban, hogy csak a Boris Tadić az, aki biztosítja a mi jövőnket, akkor az egy téves döntés volt. Mindettől függetlenül mi az ő ügyeiket is megfogalmaztuk, az ő problémájukra is megpróbáltuk megkeresni a választ, és ettől nemzeti ez a program. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előttem szólók, a képviselők és a képviselőjelölt, a szakértők rámutattak ennek a programnak egy-egy elemére. Önöknek alkalmuk volt ezt a programot elolvasni, áttanulmányozni. És azt gondolom, hogy megtalálták önmagukat ebben a programban. Megtalálták az önök problémájára a választ ebben a programban. Mert ez a program arról szól, ami ebben a pillanatban leginkább foglalkoztatja a vajdasági magyar közösséget általában is, és egyenként is. Ez pedig az, hogyan tudunk kapaszkodót teremteni ahhoz, hogy ne kelljen azon gondolkodnunk, hogy hova fogunk elmenni, vagy a gyerekeink hova fognak elmenni. Hogyan tudunk úgy kapaszkodót teremteni, hogy azok, akik az elmúlt két és fél évtizedben a körülmények hatása miatt elmentek ebből az országból, vissza tudjanak ide jönni? Hogyan tudunk úgy kapaszkodót teremteni, hogy a gyerekek és az unokák, akik az elmúlt években elmentek innen, ide vissza tudjanak jönni? Erre próbál választ keresni és találni az a program, amit leraktunk az asztalra. Hölgyeim és Uraim, 3 hetes kampány áll mögöttünk. Megszámolhatatlan találkozó, készfogás, tekintetváltás. Nagyon sok helyre engedtek be bennünket. Olyan helyeken mozdultunk meg, hölgyeim és uraim, ahova csak azok engednek be, azt engedik be, akibe bizalmuk van. Voltunk nem csak vállalkozóknál, voltunk nem csak kis konferenciákon és nagy programbemutatókon, amiről én az előbb beszéltem. Azt igazolták vissza, hogy ez igenis egy nemzeti program. Nem a piros-fehér-zöld miatt, hanem azért, mert ennek a programnak minden egyes erőfeszítése találkozik a közösség igényével és szükségletével. Hogy joggal számítunk mindazoknak a támogatására és szavazatára, akik magyarok. Független attól, hogy mély nemzeti beállítottságúak vagy liberálisok. Függetlenül attól, hogy előzőleg kire szavaztak. Függetlenül attól, hogy párttagunk vagy nem. Mindenki megtalálja magát ebben a programban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi ebben a választási ciklusban is becsületesek próbálunk lenni. Mondta Sólyom László elnök úr, hogy becsületesnek lenni már középtávon is kifizetődő. Én ezt megjegyeztem, és iparkodok ehhez tartani magamat. Miért mondom én, hogy becsületesek vagyunk? Azért mondom, hogy becsületesek vagyunk, mert világosan elmondjuk, hogy mit akarunk, világosan megmutatjuk, hogy az, amit akarunk, kivel akarjuk, és azt is világosan elmondjuk, hogy 17-én mi fog bekövetkezni. Mire készülünk? Nincsen zsákba macska. Nincsen hümmögés, hogy majd meglátjuk, meg majd eldöntjük, meg lehet így is, meg lehet úgy is. Világosan elmondjuk, mit és hogyan akarunk.
a programról beszéltem, láthatták. A jelöltek. Olyan jelölt listánk van, hölgyeim és uraim, ami büszkeséggel tölt el engem, mint a VMS elnökét, de mindannyiunkat büszkeséggel töltet el. Olyan listánk van, amik mögött nevek, arcok, életutak és emberi teljesítmények vannak. Olyan listánk van, amelyik minket mutat meg. Olyan listánk van, amin egyetemi tanárok vannak és háztartásbeliek, szorványbeliek és tömbeliek, nyugdíjasok és egyetemisták, egyetemi tanárok és földművesek, olyanok, amilyenek mi vagyunk. De olyan emberek, akik elkötelezettek a saját közösségük részére, vagy irányába, olyan emberek, akiket ott a helyben javasoltak azok, akik ismerik őket. Ilyen ez a 250-es lista, büszkeség, ha egy pártnak ilyen jelölt listája van. Az érdekérvényesítést pedig csak úgy tudjuk hatékonyan ellátni, hogyha nem labdaszedők vagyunk a partvonalon túl, hanem játékosok a pályán.